Köszöntöm nézőinket, friss hírekkel jelentkezünk, lássuk, melyek a fontosabbak. A két ő ív kitöltőinek közel 70%-a úgy véli, jó irányba tart Gyergyó Szent Miklós. Munkanélküli segélyt, továbbképzést és állásajánlatot is kaphatnak a most végzettek, ha regisztrálnak a megyei munkaerőelhelyező ügynökségnél. Összesített az önkormányzat a nyári virágpalántok kiültetése után, 16 ezer tő díszíti a várost. Heteken át zajlott az a lakossági egyeztetés, amelyben arra keresték a választ, mi a városlakók véleménye a városban tervezett, illetve elindított beruházásokról, melyeket tartják a leginkább fontosnak. Az egyeztetés online része lezárult, ismertették az eredményeket. Sokan kitöltötték azt az online kérdőívet, amelyben a beruházások kapcsán kérték a városlakók véleményét. A cél az volt, hogy megtudja a városvezetés, melyik beruházásokat tartja legfontosabbnak a város, hogyha arra kerül a sor, hogy valamelyikről le kellene mondani, legyen egy támpont a döntésnél. Az elmúlt időszakban egy lakossági konzultációt végeztünk el. Egy olyan konzultációt, ami nem volt egy megszokott az elmúlt időszakban, de úgy ítélem meg, hogy egyik legnagyobb fontossága az én életemben aznak van, hogy minél inkább a lakók igényeinek megfelelően tudjam képviselni az ők érdekeiket, és azt is szerettem volna, hogyha látjuk, hogy mennyire felelnek meg a városfejlesztési elképzelések a lakossági igényeknek. Éppen ezért egy olyan konzultációt folytattunk le, ami jelen pillanatig most már reprezentatívnak is mondható, hiszen több mint 1800-an töltötték ki, és arra próbáltunk választ találni a lakók részéről, hogy mennyire elégedettek a város fejlesztési projektjeivel, mennyire tartják megfelelő iránynak az elkezdett fejlesztéseket, és kíváncsiak voltunk természetesen arra is, hogy mennyire elégedettek és mennyire látják át a munkálatoknak a folyamatait és ütemeit. A lakóság részéről való válaszadók mintegy 68-70%-a inkább elégedett volt a jelenlegi helyzettel, hál' Istennek, és nagyon sok olyan észrevételt is kaptunk az elmúlt időszakban, amelyet hasznosnak tartunk, be tudunk építeni a következő időszak fejlesztési elképzeléseibe is. A kérdőívben azon túl, hogy meg kellett jelölni a fontosnak tartott fejlesztéseket, további javaslatok tételére is volt lehetőség. Egyértelműen látszik az, hogy nagy többsége a lakóknak látja és érzi azt, hogy most már a város szinte minden pontján elindultak munkálatok, ahol kézzelfoghatóan láthatóak és érezhetőek a munkák eredményei, viszont az is egyértelműen érződik, hogy további igény van a város részéről. Nagy többségében az elvárás továbbra is az utaknak a megjavítása, illetve a különböző közműfejlesztési elvárások fogalmazódtak meg. Éppen ezért nyugtáztuk jó lesz érzéssel is, hiszen a most folyó beruházások is ennek az igénynek tesznek eleget, és nem sokára újabb útfejlesztések is el fognak indulni. Ezen kívül olyan javaslat, amely kiemelkedő többség által lett volna megfogalmazva, nem volt. Egyértelműen az út és a közműfejlesztés az, amiben nagy elvárások vannak. Jó lesz érzéssel nyugtázzák tovább az oktatási intézményeknek a kedvező állapotát, vagy az ilyen típusú fejlesztéseket is, illetve pozitív megítélésnek örvend az úszoda projektünknek a kivitelezése is. A kérdőívet az idősek közül kevesen töltötték ki. Hogy ennek a korosztálynak a véleménye is tükröződjön, önkéntesek segítségével az utcán zajlik ezután a kérdőívezés. Arra kérik a városlakókat, válaszoljanak, hogy minél részletesebb képet kaphassanak a véleményekről. Az elmúlt 24 órában 1112 új fertőzést igazoltak Romániában, ami az eddigi rekordnak számít. A nyilvántartott fertőzöttek száma 41.275-re emelkedett, közölte délben a stratégiai kommunikációs csoport. Jelenleg 285 beteget ápolnak intenzív osztályon az országban, Hargita megyében 9 új esetet jelentettek betegnaphoz képest. Működésbe helyezték szerdán a mágneses rezonanciás készüléket a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Az intézmény menedzsere ezúttal bejelentette, benyújtotta az igénylést a kórház kettes kategóriába való besorolásáért. A mágneses rezonancia készülék ára 3.147.000 lej. Beszerzését az Egészségügyi Minisztérium végezte el világbanki finanszírozásból.
az elhelyezését, a helyiség kialakítását az intézményünket működtető Hargita megye tanácsa, az egészségügyi minisztérium és saját források felhasználásával végeztük el 357 ezer lejből. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a készülék ma itt működhessen, hisz jelentősen bővíti diagnosztikai kapacitásunkat és új távlatokat nyit meg intézményünk számára, mondta el dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere a készülék átadásán. Bejelentette, kedden benyújtotta az igénylést a Hargita megyei egészségügyi igazgatósághoz a kórház magasabb szintű, kettes kategóriába való besorolásáért. Borboly Csaba, az intézményt működtető Hargita megye tanácsának elnöke, örömét fejezte ki, hogy a Csíkszeredai Kórház felzárkózhat a magas szintű szolgáltatást nyújtó kettes kategóriájú kórházak sorába, a marosvásárhelyi, brassói kórházak mellé törekszik. Teljesítettük az utolsó feltételt is ahhoz, hogy regionális klinikai rangra tudjon emelkedni a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház, tehát bízom benne, hogy minél hamarabb nevet kell változtassunk, és nem az lesz a neve, hogy Hargita megyei sürgősségi kórház, hanem Hargita megyei sürgősségi klinika. Ez azt jelenti, hogy több jövedelme lesz a kórháznak, hisz ugyanazért a beavatkozásért jelentősen nagyobb összeget fog fizetni a biztosító. Azt jelenti, hogy a plusz pénzből fejleszteni lehet, kutatni lehet, oktatni lehet. A mai mágneses rezonancia labornak az avatója, amin most itt részt veszünk, ez volt az utolsó momentum, hisz személyzetben, felszereltségben, megoldásokban, szervezettségben teljesítjük a feltételeket. Dr. Sánta Izabella radiológus szakorvos köszönetét fejezte ki a kórház vezetőségének és az egészségügyi minisztériumnak a performáns készülékért, amely, mint fogalmazott, nagy előrelépést jelent a diagnosztika terén. A mágneses rezonancia manapság az orvostudománynak egy olyan speciális eszköze, ami szinte nélkülözhetetlen, nagyban segíti az orvosokat a diagnosztizálásban, a terápiák felállításában és azoknak követésében. Nagyon széles a diagnosztikai lehetősége a mágneses rezonanciának, egészen az agytumoroktól a muszkuloszkeletális problémákig, gerincsérvekig, minden kimutatható segítségével. Dr. Targyöngyi, a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője azt mondta, az, hogy ide került Csíkszeredába ez a nagyszerű diagnosztikai eszköz, megnyitotta a kaput a magasabb besorolás igénylése előtt. Egy javaslatot fogunk előterjeszteni az egészségügyi minisztérium felé, ők fogják eldönteni ott, hogy érdemes ez a kórház egy kettes kategóriára, ami egyfajta regionális kórházat jelent, és ha úgy nézzük földrajzi szempontból, ez teljesen indokolt, ugyanis a Csíkszeredai megyei kórház egy csillag közepén van, tehát területileg, nem csak Hargita megye, hanem a környező megyék területéről is azok, akik ahhoz szoktak, hogy Csíkszeredába járjanak, vagy Hargita megyébe járjanak orvosi kezelések, beavatkozások miatt, mert esetleg anyanyelven szeretnének az orvosukkal kommunikálni. Nyilván, hogy itt fognak ezentúl is ellátást keresni. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórháznak a kettes kategóriára vonatkozó igénylése benyújtása után egy értékelési folyamat következik. A közegészségügyi igazgatóság ellenőrzi a megadott kritériumok teljesítését, majd az egészségügyi minisztérium dönt az intézmény besorolásáról. Értesítjük a főút felső szakasza mellett lakókat, hogy a megépült járdán javítási munkálatokat végez a kivitelező cég, írja közleményben a Szárhegyi Önkormányzat. Hozzáteszik, a beruházás még nem lett átvéve, tehát a leszerződött értékben kötelesek a felmerülő hibákat kijavítani. A járda alatt kanalizálási munkálatok is voltak, ezért néhány helyen talajsüllyedést és egyéb hibákat is észleltek. A cél az, hogy rövid határidőn belül végleges, illetve hibátlan formában szolgálhassa tovább a gyalogos forgalmat. 250 lejes munkanélküli segélyt, valamint állásajánlatokat és továbbképzést is biztosítanak azoknak a végzősöknek, akik a tanulmányaik befejezését követő 60 nap alatt jelentkeznek a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökségen. A végzősök számára idén ez a határidő július vége.
Már jelentkezhetnek a középiskolát és egyetemet végzett fiatalok a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökségen a munkanélküli segély igénylésére. Az érintettek legtöbb 6 hónapig részesülhetnek a 250 lejes állami támogatásban, amennyiben időben regisztráltatják magukat. Az idén végzett középiskolások július 28-áig jelentkezhetnek, de ha előfordul az, hogy valaki valamilyen tantárgyból nincs lezárva, akkor a 60 nap attól a dátumtól számítódik, amikor a tanulmányi lezárás rendeződik. Ugyanakkor a szakiskolát végzettek esetében is a 60 napos határidő akkortól kezdődik, amikor a gyakorlatot is befejezték a végzősök. Az egyetemi hallgatók esetében pedig az utolsó év befejezésétől vagy az államvizsga dátumától számítódik a 60 nap. A segély igényléséhez szükséges iratok lajstroma román nyelven megtalálható a képernyőn látható internetes oldalon. Ha valaki a július végi határidő lejárta után jelentkezik be az ügynökségnél, már nem lesz jogosult a munkanélküli segélyre, viszont az intézmény nyilvántartásába kerül, így lehetősége lesz képzéseken részt venni és munkaajánlatokat kapni. Idevágó hasznos tudnivaló továbbá az, hogy az állam az előző évek mintájára idén is támogatja azokat a cégeket, akik frissen végzetteket alkalmaznak. A téma kapcsán az érdekeltek bővebb információt szintén a weboldalon találhatnak. Az ügynökségen személyesen megjelenni csak előzetes, telefonos egyeztetés alapján lehetséges. Pénteken július 24-én 8 órától 12 óráig szünetel a vízszolgáltatás az alszegi részen Ditróban, értesíti a fogyasztókat a Redisa. Az érintettek megértését kérik. Az eddiginél több pénzt kapnak a gazdák az uniós csúcs találkozón elfogadott költségvetésnek köszönhetően. Romániának jelentős összeget sikerült kialkudnia, ám kérdés, tud-e élni az ország az európai alapokkal. Feszült hangulatban napokig tartó vitát követően megegyeztek az uniós vezetők, hét elején elfogadták az unió 7 éves költségvetését, illetve a gazdasági károk helyreállítását célzó pénzügyi csomagot. Az uniós büdzsé értéke meghaladja az 1800 milliárd eurót. Románia eddig példátlan összeget 80 milliárd eurót kapott, hangsúlyozta híradónknak Winkler Gyula európarlamenti képviselő. Jelentős összegben részesül az ország a helyreállítási alapból, ugyanakkor bővül a 7 éves büdzsé alapját képező két alapvető pillér, a kohéziós és az agrárpolitika. Ez azt jelenti, hogy a regionális fejlesztési összegek, amelyek Erdélynek is és a mi településeinknek is a rendelkezésre fognak állni, azok növekednek a jelenlegi időszakhoz képest, és azt is jelenti, hogy a terület alapú kifizetések, tehát a közös agrárpolitikai támogatások is növekedni fognak, több pénzt fognak kapni a gazdák a következő 7 éves költségvetésben, egészen pontosan 2022-ig átlagban 200 euróra, és 2027-ig átlagban 215 euróra kell emelkedjen majd a hektáronkénti kifizetés. Megjegyezte ugyanakkor, a kiutalt alapok kihívást is jelentenek. Eddig is nehézséget okozott a rendelkezésre álló összegek lehívása, ezután azonban kétszer többet kell teljesíteni, kétszer jobban kell mozogni, mint eddig, mind a közigazgatási reform, mind a projektek megalkotása és végrehajtása terén. Össze kell szednie magát az államaparátusnak, ha hozzá szeretne férni, azokhoz a pénzekhez, amelyekre pályázni kell. Ez már a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem docense Nagy Bálint mondja. A pályázatok decentralizálására irányuló törekvés pedig még jobban elmélyítheti az egyenlőtlenségeket a különböző települések, régiók között. Nem csak az uniós pályázatok lehívása terén vannak óriási különbségek, bizonyos régiók magát a válságot is rosszabbul viselik, mint az ország más, fejlettebb részei. Nagyon-nagyon mély szerkezeti különbségek vannak a román gazdaságban. Ez a probléma. És ezt nem fogják tudni úgymond kisimítani a pályázati pénzekkel, mint egy réteg malterrel, mondjuk, hogy egy szintbe lehessen hozni. Persze több, mint a semmi, jó, hogy ez is van, tette hozzá. A most megszerzett 80 milliárd euró uniós alap másik fontos vonzata egyébként, hogy ebből le kell vonni azt a mintegy 20 milliárdot, amit 7 év alatt vissza kell fizetni az EU kasszájába. Ugyanakkor a fennmaradó összeg egy része hitel, nem pedig vissza nem térítendő támogatás. Erre a részletre a maszol.ro portál egyik mai cikke fókuszál.
Monika Anicia tanügyminiszter ma úgy nyilatkozott, hogy valószínű, hogy hibrid oktatást vezetnek be, vagyis rotációs módszerrel a diákok egy része az iskolában fog tanulni, másik része online. Hangsúlyozta azonban, hogy a tanévkezdésre vonatkozó döntést a járvány alakulásának függvényében hozzák meg. Tájékoztatása szerint a minisztérium járványhelyzettel foglalkozó munkacsoportjában elhangzott az a javaslat, hogy decentralizálják az oktatás módjára vonatkozó döntéseket, vagyis a tanfelügyelőségek a helyi állapotok függvényében válasszák a szaktárca által javasolt három forgatókönyv valamelyikét. Erre már korábban is volt példa. Például, ha valahol hóvihar tombolt, akkor a helyi iskola értesítette a tanfelügyelőséget, hogy egy időre szüneteltetni kell az iskolai oktatást, emlékeztetett a miniszter. Összesített az önkormányzat a nyári virágpalántok elültetése után közel 16 ezer tő virág került az ágyásokba a város különböző pontjain. 800 négyzetméternél nagyobb területen zajlott Gyergyószentmiklóson a nyári virágültetés, melynek következtében 15.900 virág, begóniák, paprikavirágok, hamvaskák ékesítik Gyergyószentmiklóst. Elvégezte a nyári virágültetést az önkormányzat által megbízott szakcég, melynek eredményeképp közel 16 000, egész pontosan 15.900 virág díszíti a város köztereit. Az ágyásokba ültetett virágok mellett a villanyoszlopokon 100 darab muskátli kapott helyet, ugyanakkor 8 darab virág piramis is kihelyeztek Gyergyószentmiklóson. A helyszínt tekintve főképp a város főterére és annak környékére helyeződött a hangsúly, de természetesen a virág, illetve a Bucsi negyedben is lettek virágok ültetve. A villanyoszlopokon 100 darab muskátli kapott helyet, és 8 úgynevezett virágpiramis található a városban. A virágok gondozását megbízott cég végzi. Az ültetés mellett ugye szükség van a virágok gondozására, nos ezt is az önkormányzat által megbízott szakcég végzi. Úgy a virágok locsolását, mint a zöldövezetek karbantartását az illető cég végzi időközönként. A virágok fajtájától tekintve másfajta időközönként szükséges locsolni, ugye erre is fontos hangsúlyt fektetni. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy egész évre szól a megállapodás az illető szakcéggel, ugye a tavaszi ültetést, a nyárit, és reményeink szerint az őszi ültetést is az illető szakcég fogja végezni, ugyanakkor az ültetés követően természetesen ősszel ugyanígy a gondozást is ő vállalta fel. A főtéri parkon kívül a virág és Bucsi negyedbe is kerültek virágpalántok, és a város más pontjain lévő virágágyások, ládák is megszépültek. Pedig nézzük még egyszer röviden a fontosabb témákat. A kérdőív kitöltőinek közel 70%-a úgy véli, jó irányba tart Gyergyószentmiklós. Munkanélküli segélyt, továbbképzést és állásajánlatot is kaphatnak a most végzettek, ha regisztrálnak a megyei munkaerőelhelyező ügynökségnél. Összesített az önkormányzat a nyári virágpalántok kiültetése után 16 ezer tő díszíti a várost. Eddig a napszemle, a fitpercek következnek most, friss hírekkel holnap is jelentkezünk, viszontlátásra!